2016 óta szerveznek különféle programokat, akciókat a klub tagjai. Most érett meg rá az idő, hogy felkerüljenek nemzetközi szintére is. Öt héttel ezelőtt az Európai Konferencia elnöke vette észre bennünket, és vette észre, hogy a mi nemzetközi elfogadásunk még folyamatban van, és ennek a felgyorsításának érdekébe küldte el alelnökét, Nikolá Petrojt, a Románia három csepternek az elnökét, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy felgyorsíthassuk ugye a nemzetközi véválásunk folyamatát. Érkeztek motorosok Bukarestből, Nagyváradról, Temesvárról, Aradról, Szatmárból, hogy az itteni helyzetről beszélgessenek. Hiszen a klub tagjai többek között javítottak rollereket, készítettek madáretetőket az elmúlt években. Öt alkalommal került megrendezésre a vezetés technikai rendezvényünk a motorosok számára ahol különböző adományozás céljából gyűjtöttünk, idén a vénaszkennerre való gyűjtést besegítettünk be dr. Körmendi Szabolcs főorvos úr kezdeményezésére. Mm. Gyűjtöttünk ugye minden karácsonykor csomagokat, cipős dobozokat. Ugye az első évünkben még egy kicsikével gyengében sikerült szerepelnünk, de az idei karácsonykor már 105, és a tavalyi karácsonykor már 150 cipős dobozt bírtunk a rászoruló gyerekek részére szétosztani. Ennek a találkozónak köszönhetően meghívást kaptak a kalocsai kéklovagok a jövő évi európai konferenciára is. Már az idei szeptemberre is kaptunk egy meghívást, amire mondtuk, hogy nagyon szépen köszönjük, de ez nekünk egyszer nagyon messze van, és rendkívül nagy költségebe kerülne, mi a jövő évire készülünk a jövő évi Európai Konferenciára, ami május-júniusba kerül megrendezésre, illetve terveink szerepel, hogy minél hamarabb ugye, átjussunk mi is a baráti és a testvéri csepterekhez Romániába, hiszen mindegyik csepter meghívással élt felénk, és jó szívvel várnak és fogadnak bennünket, és szeretnénk ezeknek a meghívásoknak is eleget tenni. A Jézus szíve templom előtt a román motorok is részt vettek a járműszentelésen, és utána indultak haza.